Sajnos a tárgyalások nem sikerültek a kormánnyal, ezek szerint problémák vannak a pénzeléssel. Ez nem a tartomány kérdése, a tartomány ezzel nem foglalkozik, hiszen a pénzügyel a minisztérium foglalkozik. Mi csak feljegyeztük és átadtuk a kérelmet, hogy kb. 120 millió legyen a végkielégítésre biztosítva, ez a 85 millió a 8-as iskolákra és 33 millió a középiskolai tanárok számára, akik nyugdíjba mentek. Ez sajnos nem volt a köztársasági pénzügyi tervbe és beiktatva, ez tévedés volt, és ez teljesen jogos követelménye a szakszervezetnek. Ez biztosítva lett, ahogy én értesültem. A többit pedig nem tudom pontosan, nem voltam ottan a tárgyalásokon, hogy milyen százalékban és hogyan tudja biztosítani a kormány. Természetesen az, ami engem bánt, ezt már kijelentettem, az, hogy megszakad az oktatás, nem foglalkozunk a gyerekekkel, és ez nagy gond. Egy a pénzügyi dolog, ezt talán el kellett volna kezdeni előbb, kihasználni azt a színidőt, ami elég hosszú volt Vajdaságban, hogy a tárgyalások az idő alatt folyjanak, a pénzügyi kérdések megoldására, nem pedig a gyerekek rovására.